Nagyon értékes győzelmet arattunk a mai napon, jól kezdtük a találkozót, magabiztosan játszott a csapat, rúgtunk két szép gólt az első fél időben. Nyilván úgy mentünk ki a másodikra, hogy egyértelműen ezt a mérkőzést meg kell nyerni. Jól is csináltuk a dolgunkat, az ember, tehát a kiállítás után viszont bátrabban kellett volna egy kicsit futballozni, ott kicsit megengedtük, hogy felébredjen az ellenfelünk. Ráadásul igazából veszélyesek nem voltak a kapunkra, de a pontrugásaik azok, azt tudtuk, hogy a Kecskemétnek veszélyesek, nagy darab, jó fejelő embereik vannak, és sajnos szögletből lemaradt az egyik játékosunk az emberéről, gólt tudtak szerezni, ez egy kicsit szorosabbá tette a mérkőzést. De ugye cseréket alkalmaztunk, és meg is lőttük a harmadik gólt. Ott tulajdonképpen eldőlt volna a mérkőzés sorsa, de rá néhány másodperc vagy percre betaláltunk a saját kapunkba is egy kommunikációs probléma miatt, és ezáltal a vége így szorosabb lett, nehezebbé tettük saját magunknak a mérkőzést. De összességében a mérkőzés egész képét nézem, akkor megérdemelten tudtuk megnyerni ezt a nagyon fontos rangadót. Első fél időben abszolút nem voltam megelégedve a játékunkkal. Körülményesen, lassan, főleg az első 25 percről beszélek, játszottunk. Ez nem a mi játékunk, kevés magas pressing volt, amit szerettünk volna, nem is tudtuk nagyon ezt mire vélni a szakmai stábbal. Aztán úgy éreztem, hogy talpra álltunk, és egyre jobban ment a játék. Sajnos a végén kaptunk egy elkerülhető gólt, egy párharc után nem szabadna nekünk a belső védőnknek, hogy alul maradjon egy ilyen párharcba, de ez megtörtént, ez azért benne van a játékban. Azt gondolom, hogy a szünetben azért tudtuk rendezni a sorokat, és sokkal jobb játékkal rukkoltunk elő, és támadóbb szellemben játszottunk, mint az első fél időben. Sajnos jött ez a buta kiállítás, véleményem szerint megadható volt, de mutatta karakterünket, hogy az is akkor is játszottunk, és nyomás alá tudtuk helyezni a Diózsért. Úgy érzem, hogy az első fél időben nem igazán érkeztünk meg a meccsre, az első 25 percet szerintem el kell felejteni. Igazából a második fél időre már nem lehet panasz, nekik is volt szerencséjük, nekünk is, és így csak 3-2-re sikerült visszahoznunk, de úgy érzem, hogy amit a második fél időben nyújtottunk, arra lehet építeni, meg hogy még emberhátrányban is nagyon küzdött a csapat. Igen, mint hogyha emberhátrányban jobban is ment volna, mint előtte. Igen, valahogy úgy nézett ki, nem tudom, hogy ez minek köszönhető, de szerintem mindenki fölvette, hogy na, akkor most itt még van keresni valunk, még így is. Aztán igazából na, mindent föltettünk egy lapra, szerintem jól is kisülhetett volna, de hát nem lett mindig szerencsénk. Ember előnyben 2-1-nél izgultál-e azon, hogy meg lesz az? Igazából nem izgultam 2-1-nél, mert tulajdonképpen csak a pontrugásokból veszélyeztettek. Tehát amiatt nem izgultam, mondjuk igazából kellett volna pontosabban játszanunk, de ott kicsit lazábban vettük nem úgy, sok hibával játszottunk, gyorsabban kellett volna megforgatni a játékot, bátrabban kellett volna játszani, ember előnyben voltunk. De igazából nem izgultam, mert mondom, csak a pontrugásokban volt rejlett veszély. Aztán amikor a Mário megrúgta a harmadik gólt, akkor nyilván az akkor már az rendben volt. Rúghattunk volna meg gólt, mert ugye a Könyves Norbi kapura vitte, önzetlen akart lenni, tehát akár 4-2 is lehetett volna ez a találkozó. Vagy ugye, amit a Bokros Szilárd adott be, és az Eppel a rövidről kapura fejelt, kapuspontot azon a helyen volt. Tehát nekünk több lehetőségünk volt a mai mérkőzésen a gólszerzésre. Nagyon kellemetlen ellenféle játszottunk ma, meg kellett küzdeni, de pontosan azért kellett ma küzdeni, mert mi tettük saját magunknak egy kicsit nehézé. A feljutáshoz szőtt álmokat ez most mennyire nehezítette meg ez a vereség? Nem, az a Diózsgyőrnek a kérdés, vagy nekünk? Nekünk nem voltak ilyen álmaink. Nem voltak nekünk. 8-12. Hely, ez egy főjutó csapat, második helyen jutott fel a középcsoportba, és nyáron 16 új játékos jött, tudom, hogy a Diózsgyőrnek is annyi, de meg kell nézni, hogy nekünk honnan jöttek a játékosok. Szerintem nagyon egységes és jó csapatunk van, MB2-es szinten, és meglepetés a harmadik hely. Szeretnénk természetesen minél jobb helyezést elérni, de én legalábbis vezetőedzőként nem tudok, hogy nekünk ilyen álmaink lennének.
Akkor evés közben nem jött meg az étvágy? De, természetesen, ha ott leszünk, akkor majd erről tudunk beszélni. Még egyszer mondom, a céljaim meg vannak fogalmazva, azt gondolom, hogy a 8-12. Hely teljesen reális, és elértük, sőt, annál jobb helyezésünk lesz, nagyon bízom benne, viszont nagyon nagy tiszteletlenség lenne akár a haladás, szembe, vagy a Szeged, hogy mi azt mondjuk, hogy mi bajnokságra. Még egyszer mondom, szeretnénk, ahogy a mai második fél időben is jó teljesíteni, építjük a csapatunkat, és abból, hogyha egy még jobb eredmény születik, annak örülni fogunk, de se terhet nem akarunk a játékosokra, mert nem realitás. Neked mennyire volt furcsa egyébként a leendő csapatod ellen játszani, ráadásul egy olyan meccset, ami itt a tabella éléről dönt? Hát igazából én ezen nem gondolkozom, most a Kecskemét színeibe vagyok, majd csak nyártól vagyok Diósgyőrbe, tehát semmi extra, tehát nem volt bennem semmi igazából. Ez mennyire volt ott a fejekben, hogy ugye most nem csak a Kecskeméttől lehet kicsit elszakadni, hanem ugye a Vasas is pontot hullajtott ebben a így van, szerencsére olyan eredmények születtek tegnap, és ezt mondtam is a játékosoknak, hogy itt van ez azért fontos ez a mérkőzés, mindegyik fontos, de ez most azért extra fontosságú, mert akkor előnyt tudunk szerezni a többi csapat szemben. És egyéni célok, bár most a Könyves Norbi ugye egyen növelte a góljai számát, te nem, mennyire nézegeted a gól lövő listát? Hát igazából tudtam, hogy ott van a környéken, de hát most nem nézegetem, tehát igazából az a célom, hogy minél többet tudjak én is hozzátenni a csapatjátékhoz, aztán jönnek a gólok, az nekem minél jobb, de hát persze, minél több gólt szeretnék szerezni, az a lényeg.